Ides Tova 27 esztendeje annak, hogy Németh László és barátai úgy döntöttek, hogy karácsony szent ünnepén segítséget nyújtanak a Fejér megyei Integrált Szociális Intézmény polgári telephelyén élő halmozottan fogyatékos emberek ünnepének szebbétételéhez. 27 évvel ezelőtt jöttem először ide, és akkor az itteni körülményeket akkor megismerve úgy döntöttem, hogy ez nekem egy hosszú távú feladat lesz, mert hiszen nekem is vannak unokáim, hála Istennek épp egészségesek, de megláttam az itteni viszonyokat, körülményeket, akkor döntöttem úgy, hogy nekem itt feladatom van. Székesfehérvár önkormányzata nevében idén is Róth Péter alpolgármester erősítette meg, hogy továbbra is szívügyének tekinti az intézmény lakóinak sorsát. Kováriné Bújdosó Lilla, az otthon vezetője, köszönettel fogadta a segítő szándékot, amely gondoskodó szeretettel társul évről évre. Minden évben nagyon várják már a lakóink Laci bácsit. Igazából az egész év erről szól, hogy mikor lesz a karácsony, és mikor jön Laci bácsi, és mikor hozza a csokoládékat, mert az a legfontosabb. A gyerekek, mint ugye most is láthatjuk már, hogy már nagyon izgatottak, és nagyon várakoznak, és nagyon nagy lelkesedéssel készülnek a karácsonyi ünnepekre, hogy Laci bácsok megmutathassák, hogy ők ugyanúgy szeretik, és ők ezt tudják nekik adni. A vendégek idén is egy olyan műsort láthattak, amelyben a lakók és gondozóik bensőséges hangulatban mutathatták be, hogy a karácsonyi műsor a halmozottan fogyatékos emberek számára talán még fontosabb, mint az egészséges embereknek. Ők tiszta szeretetet nyújtják az emberek felé, hiszen az ünnepség hívó szavai is ezt tükrözik. A hit, a kedvesség, a remény, a boldogság és a szeretet.